11-re emelkedett a kaliforniai Monterey Park táncstúdiójában történt tömeggyilkosság halálos áldozatainak száma. Miután 10 ember a helyszínen veszítette életét, vasárnap a sérültek egyike is meghalt, közölték a hatóságok. A támadással gyanúsított 72 éves férfi lakhelyén a rendőrség házkutatást tartott, aminek eredményéről a Los Angeles megyei sheriff számolt be a nyilvánosságnak. Találtunk egy 308-as kaliberű gépfegyvert, számos elektronikus eszközt, például mobiltelefonokat, számítógépeket, stb. Ezen kívül pedig olyan tárgyakat, amelyek alapján azt hihetjük, hogy a gyanúsított házi készítésű lőfegyver hangtompítót gyártott. A helyszínen, ahol az áldozatokat meggyilkolták, a nyomozók összesen 42 töltényhüvelyt és egy nagy kapacitású tölténytárat találtak. Hogy mi volt az indítéka a gyanúsítottnak, aki öngyilkos lett, miután rendőrök bekerítették, még nem derült ki. A kaliforniai kormányzó Gavin Newsom azt mondta, Kalifornia többet tett, mint a legtöbb állam a fegyvertartási törvények terén, de ez még mindig nem elég a tömeggyilkosságok leállításához. Ami történt, az a viselkedési devianciákkal kapcsolatos. Nincs olyan ország, amelyben ilyen nem fordulna elő. Ami viszont egyedülálló az az, hogy az Egyesült Államokban hozzá lehet férni nagy kapacitású, tömeggyilkosságra alkalmas pusztító fegyverekhez. És az a tény, hogy ebben az országban nem foglalkoznak ezzel, komikus, gyalázatos, sérti a józanészt és a méltóságot, nyilatkozta a kaliforniai kormányzó, aki felszólította a szövetségi kormányt, hogy vezessenek be további korlátozásokat a lőfegyverekre vonatkozóan. Az Egyesült Államokban ez volt az ötödik tömeggyilkosság ebben a hónapban.